eltörölhették a föld felett lévő történelmi Dunántúlt. A temetők százaiból feltör a föld mélyén még mindig élő, halhatatlan Dunántúl. Politikai értekből lehet új egyházi térképet rajzolni. Könnyű megriasztott papok szájára lakatot verni, könnyű félreállítani régi, hű, rátermett vezéreket, és könnyű helyettük engedelmes bábokat, csinált nagyságokat vezető állásba helyezni. De a múltat nehéz legyőzni. Kapi Béla püspök búcsúztatta ezekkel a szavakkal a Dunántúli Evangélikus Egyházkerületet, amelynek évtizedeken át volt főpásztora. 1952-ben ugyanis diktatórikus döntéssel megszüntették ezt a Győr központú püspökséget. Csaknem fél évszázad elmúltával most az újjászervezés egy sajátos feltámadást tanúi lehetünk. Amikor az első dunántúli reformátorok jelentkeztek, Dévai Mátyás vagy Huszár Gál, Sztárai Mihály, akkor ezzel egyidejűleg jelent meg a török a határon, így kerülhetett sor csak 1577-ben arra, hogy az első püspökét megválasszák. Ez is egy Szegedről, a török elől elmenekült Szegedi Máté nevű püspök volt. A luteri irányzatot Nádorzsi Tamás nádor támogatta Sárváron, iskolát is alapított, amikor az ő dédunokája 1643-ban a második Nádasdi Ferenc áttért, ez egy újabb próbatételt jelentett, hiszen az összes alattvaló vele együtt át kellett, hogy térjen katolikus vallásra. A gyász évtized is beköszöntött, 1671-ben elűzték például Győrből is a lelkészeket, az iskolát megszüntették, és perbefogták a protestáns tanítókat, tanárokat, lelkészeket, és ez a gyász évtized sok tragédiához vezetett, hiszen gája rabságra hurcoltak sokakat. Viszonylagos nyugalmat jelentett III. Károlynak 1734-es rezolúciója, ekkor alakult meg a négy egyházkerület. A dunántúli hivatalosan, azután a dunáninneni, a tiszai és a bányai egyházkerület. A püspöki székhely változó volt. Kis János például a költő püspök Sopronban székelt. A Habner Máté Győrben, ő volt az, akit 1848-ban a bátor kiállása miatt börtönbe, Kufsteinbe is elhurcoltak. Ugyancsak Győrben volt Karsai Sándor püspök. Pápára került, és ott volt hosszú ideig Gyurács Ferenc püspök, aki azután iskolát is létesített, Kőszegen, Leány gimnáziumot. Gyurács Ferenc püspök után került Kapi Béla, nagyon fiatalon, 1916-ban, a püspöki székbe. A két háború között a régi Magyarország utolsó felvonását, mint a Dunántúli Egyházkerület püspöke élte végig. Valóban igazi, jó értelemben véve a szót egyházfejedelem volt. Számomra mind a mai napig felejthetetlen az az igehirdetés, amelyet Kapi Béla a soproni templom oltára előtt elmondott, ahol arról azzal bocsátott útra bennünket, nem ti, hanem egyedül Jézus. S rájöttem arra, hogy a tekintélyes, abban a korban különös méltóságot tanúsító ember, milyen melegszívű pásztor, és melegszívű ember. Édesapámra emlékezve megjelenik előttem egyenes tartása, kedves mosolya, derűs lénye. Az Isten 36 évesen a Dunántúli Egyházkerület püspökévé delegálta, és ebben a minőségében 32 évig szolgálta Dunántúlt. Ragyogó szónok volt, nagyon jó teológus lévén a prédikációi mindenki számára emlékezetesek voltak. Mint író is ismert volt, tanácsköztársaság idején 1919-ben halálra ítélték. Halálra ítélték beszédei, munkái alapján. És azért, mert a himnuszt betiltották,
és ő a templomban a prédikáció után hangosan mondta, hogy Isten áld meg a magyart. És a gyülekezet énekelte. Isten segítségével a Tanács Köztársaság augusztus 1-én születésnapján megbukott, így a 4 nappal későbbre tervezett halálos ítéletet nem hajtották végre. Az örökségképpen a szíve szeretetét örököltem, ami elkísért életutamon, átörökítem családomra, és azokra, akik életutamon átharadtak. Ezzel szeretnék szüleim sírára egy szálvilágot letenni. 1940-ben jelentkeztek a német Volksbundnak azok a törekvései, amelyek arra irányultak, hogy elszakadjanak, és egy külön tolnabaranyai német egyházmegyét alapítsanak. 46-ban történt az, hogy a németek 47-ben a német nemzetiségűeket deportálták, és ez Dunántúlnak, ugye főleg a Sopron környéki gyülekezeteknek egy érzékeny vérveszteséget jelentett. Katonaság szállta meg a községet, senki sebe nem lehetett menni, csak engedéllyel, és azután kitették a községházára, kitelepítettek névsorát. Én éjjel-nappal írtam a fellebbezéseket, ott kellett hagyni házat, aztán ingóságokat, szép bútorokat, állatokat, lovakat, szarvasmarhákat, disznókat, és amikor eljött a kitelepítés napja, és bevagonírozták őket a marha vagonokba, én is kimentem az állomásra, ott álltam, és néztem, hogy mi történik. Minden vagomba betekintettem, igyekeztem elbúcsúzni tőlük a 37. Zsoltár 5. versével: hagyjad a jó Istenre minden te utadat, majd ő megcselekszi. Voltak, akik könnyes szemmel szorongatták a kezemet is, és köszönték a vigasztaló szót. Nehéz volt, én is nagyon meghatódtam, de olyan is előfordult, ami egészen különös volt, hogy egyik vagomból a himnusz szavait hallottam. A harangok is szóltak, azok is siratták az ágfalviakat. 1948-ban az egyezményt aláírta Turóti Zoltán püspök, aki közben amnestiát kapott és megválasztották győri püspöknek. Ebben a korban a lelki ébredés ellensúlyozta azt a sok feszültséget, ami jelentkezett, és így a gyülekezeteknek az evangelizációi, konferenciái, azok egy nagy fontosságú lelki életet tudtak eredményezni az egyházban. Kapi feltételtként szabta azt, hogy az állam hozza meg azt a Turóci Zoltánt rehabilitáló döntést, amely az ellene irányuló pert semmisnek nyilvánítja is, legyen Turóci az utódja. Így történt 1948 őszén Turóci újra Dunántúlra jövő telepüspökké választása. Turóci Zoltán nagyon határozott személyiség volt, és ennek megfelelően nagyon határozottan hirdette az Isten igéjét is, mind a gyülekezeti szolgálatában, mind a püspöki szolgálatában is, és ez a határozott, erőteljes igehirdetői szolgálata a lelkészekre is nagy hatást gyakorolt, egyre inkább ő lett a lelkészek evangelizáló püspöke. A lelkészi hivatást választó fiatalok jó része a dunántúli kerületből került ki. 3 fontos gimnáziumot említenék meg: a Soproni Líceum, a Kőszegi Leány Gimnázium és a Bonyhádi Gimnázium. A szívemhez legközelebb a győri lelkészi közösség állt, ahol nagyon különböző képességű, lelkületű lelkészek működtek, de
bámulatra méltó és nagyon tiszteletre méltó testvéri együttműködés volt közöttük. Akkor a Kapi Béla, Túróci Zoltán, Szabó József egy nagy hármas fogatot jelentett Győrben. Barátságban voltak, látogatták egymást a lelkészek. Nem volt feszültség közöttük. Az a mi nemzedékünkben sajnos sok elkerülhetetlen viszálykodás, ami az egyházban intrika és egyéb rossz dolog formájában jelentkezik, akkor ezek között, az emberek között ismeretlen volt. 47 tavaszán a győri lelkészek közül hármat elvitt az ávó, mivel fölgöngyölítették akkor a hatalomátvétel nyitányaként az úgynevezett magyar közösség tagjait, és én akkor tudtam meg, hogy három lelkész társam, Szabó József, Iczés Mihály és Molnár Sándor is tagjai voltak ennek a közösségnek, és az ávó őket is letartóztatta. 3 napig tartott ez. Ez volt az első olyan jel, ami világossá tette, hogy milyen idők felé megyünk, és milyen hatásai lesznek ennek az egyházunk számára is. Jenesdiáson ismerkedtem meg a keszthelyi pártitkárral, aki nagyon világosan, ez 48-ban volt már, nagyon világosan felvázolta előttem, hogy milyen politikát folytat a párt az egyházzal szembe. Az első lépésben az ifjúságot vesszük ki a kezük közül, mondta nekem, és ezzel elvágjuk az egyház jövőjét. A második lépésben az egyház kormányzati kulcspozíciókat fogjuk birtokunkba venni, de nem úgy, hogy martírokat csinálunk, hanem úgy, hogy a nekünk megfelelő embereket helyezzük pozícióba. A harmadik lépés pedig az, hogy beszorítjuk az egyház népét a templomba, ahol önök kénytelenek lesznek a mi támogatóinként megszólalni a szószéken, és ez elég lesz ahhoz, hogy önöket faképné hagyják a templomba. Állami részről gleisaltolni akarták, vagyis mindenképpen a szocialista fejlődés irányába akarták az egyház vezetőségét áthangolni. Ennek hatására valóban mind a 4 egyház kerületnek a felügyelője hamarosan le is mondott. Sőt, sor került Ordas Lajos evangélikus püspök, Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és Varga Sándor egyetemes főtitkár letartóztatására is. 1952. február 5-én 17-en mondtak le zsinati tagságukról, ezzel jelezve, hogy nem tekinthető szabadnak a zsinat. Dezséri László püspök beszédével indult meg a zsinat. Számára nem volt nehéz dolog magáévá tenni azokat az állami kívánságokat, amelyek az evangélikus egyház működésének igen szűk keretek közé való szorítására irányultak. A beszédnek az első következménye az volt, hogy rá 3 napra sor került Turoszi Zoltán és Szabó József püspökök lemondására. Az állami egyházügyi hivatal Turoszi Zoltán részére Nagygeresden kényszer lakhelyet jelölt ki. Turócinak és Szabónak az volt a főbűne, hogy nem a kijelölt egyházi vonalat követték, és nem kellő támogatást nyújtottak az egyházi vezetőségnek, nevezetesen Dezsérinek és Vetőnek. 1952-ben az állami egyházügyi hivatal képviselője azt mondta neki, hogy
a püspök úr az alatt, a gyanú alatt áll, hogy amerikaiaknak kémkedik, és ha nem megy, nem kéri a nyugdíjazását, akkor kénytelenek leszünk a pert megindítani ön ellen. És ugye akkor Turóczi tudta már, mit jelentenek azok a koncepciós perek, amiket már az állam elkezdett abban az időben. Krisztusi lelkülettel alázatosan fogadta el a megpróbáltatásokat, hiszen ebben bőven volt része, és a félreállítás idején még a teljes elnémítatást is vállalnia kellett annak, akinek egész lényét az igehirdetés szolgálat töltötte be. 1952. május 20-án az egyházkerületek megszüntetésének a kérdését tűzték napirendre. Mégpedig az északi és a déli kerületet alakították ki, olyan módon, hogy az országot hosszanti irányban osztották fel, teljesen lehetetlen módon. Ennek a megoldásnak a legnagyobb hibája az volt, hogy nem alakulhatott ki egy egyház kerületen belül igazi fraternitás, annyira távol estek egymástól a gyülekezetek, hiszen jó 500 kilométer választotta el a két különböző pontját az egyház kerületeknek. A Dunántúl területi és lelki egysége megszűnt. Talán ismeretes Kapi Béla az a megállapítása, amikor a Dunántúli egyházkerület megszüntetésével kapcsolatban emlékiratában azt írta, hogy temettem. Rettenetes éjszakáim voltak. Álmatlanul, nyitott szemmel meredtem az éjszakai sötétségbe. Temettem. Napokon át mindig temettem. Mérhetetlen nagy koporsóba helyeztem Dunántúli egyházkerületemet. Összeszedtem minden gyülekezetét, iskoláját, intézményét, régi papok, tanítók, tanárok és világi vezetők seregét. Azután le akartam zárni annak fedelét. És ekkor egyszerre a négy égtáj felől nagy zúgás és zörgés hatolt lelkembe. Évszázados temetők megnyílt sírjaiból, csontváz prédikátorok, hosszú fekete kabátos oskolamesterek, ógraduált cipelő emberek serege özönlik elő, a föld mélyén pihenő, Dunántúl. Hogyan helyezzen el mindezt abba a hatalmas fakoporsóba, melyet Dunántúl számára készített? Végzek a meglévőkkel, újak jönnek helyettük, és a csontemberek kezében Biblia mozdul, és csontajkukat nem lehet lakattal lezárni. Szólnak, beszélnek, dolnak, ítéletet mondanak. És akkor hirtelen világosság gyulladt lelkem sötétjébe. Az egyházkerület kivégzésekor nem adtak ki gyászjelentést. Pársoros zsinati határozat az egész, de a mondat végére Isten keze rájegyezte hívő szívek bizodalmát. A feltámadás reménységében. Végre föltámadt poraiból a Dunántúli egyház kerület. A Dunántúl elnöksége Itzés János és Welter János nagy többséggel nyerte meg a püspöki, illetőleg a felügyelői tisztséget. Ünnepi az alkalom, áldott az óra. Egyháztörténeti jelentőségű az esemény, amikor a jubileumi esztendőben Krisztus Urunk születése utáni 2000. évben, szeptember 23-án az újonnan alakuló nyugati Dunántúli evangélikus egyházkerület új püspökét és felügyelőjét beiktatjuk szent szolgálatokba.
Én, Iczés János. Esküszöm az élő Istenre. Esküszöm az élő Istenre. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Egy igaz Isten. Egy igaz Isten. Hogy püspöki szolgálatomban. Hogy püspöki szolgálatomban. Teljes erőmmel és minden tehetségemmel. Teljes erőmmel és minden tehetségemmel. Egyházunk építésére törekszem. Egyházunk építésére törekszem. Testvérem az Úrban, Iczés János, az Úr Jézus Krisztus, aki elhívott téged a püspöki szolgálatra, maradjon veled mindvégig. Én pedig a nyugati dunántúli evangélikus egyházkerület gyülekezeteinek választása, valamint elhatározásod, kézadásod és esküd alapján beiktatlak a nyugati evangélikus egyházkerület püspöki tisztségébe az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Gondjaidra bízom a nyugati dunántúli egyházkerület gyülekezeteit és intézményeit, lelkészeit és elöljáróit, hogy pásztorolt Krisztus népét közöttünk. Köszöntelek szolgatársamat az Úrban. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. A ma rám bízott szolgálat és a szívemre helyezett felelősség indít arra, hogy mielőtt felvázolnám püspöki szolgálatom alapvetését és programját, megrendülten, de Isten bűnbocsátó kegyelmében bizakodva megkövessem egyházunk népét, gyülekezeteink tagjait, különösen is az azokból kiszakadt testvéreinket, a gondjaik súlya alatt magányosan roskadozókat, elárvult és magára hagyott értelmiségünket, a tanácstalanná lett fiatalokat, az emberhez méltó élet perifériájára szorultakat, mindazokat, akik miattunk, Isten hivatalos szolgái, püspökök és lelkészek miatt, erőtlenségeink miatt gondolhatták gyengének Istent. Beiktatlak egyházkerületünk felügyelői tisztségébe az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A három lábon állásnak akkor van jelentősége, és akkor van meg a stabilitás, hogyha ez a három láb egyforma. Én minden lába helyén van, egyforma erős, egyforma vastag, tehát megvan köztük az összhang. Én azt hiszem, hogy az egyházban, az evangélikus egyházban az lenne a jó, és az lenne a cél, hogy a dunántúli kerület is azon munkálkodjon, hogy a másik két kerület egyforma súllyal, egyforma erővel vehessen részt abban a munkába, amelyre most hivatásunk gyakorlására esküdtettünk. Édesapám halálakor, amikor befejezte a győri lelkészi szolgálatát, akkor éppen a nádorvárosi körzet lelkésze volt. Előtte 48-ig volt ő itt az öreg templom lelkészi szolgálatában, mint Kapi Béla püspök, püspöki másod lelkésze. Gyermek volt, mikor édesapja meghalt? Édesanyám 5 gyerekkel maradt özvegyen 40 éves korában. Az édesapámról őrzött vagy kialakult képet elsősorban nem személyes emlékek és nem is családi beszámolók, hanem az ő egykori hálás tanítványai, illetve a tőlük származó emlékképek alakították. Középiskolás koromtól kezdve volt, amikor biológus, volt, amikor külmisszionárius, volt, amikor orvos szerettem volna lenni. Minden esetre az érettségihez közeledve az orvos és a lelkészi pálya talán egyformán vonzott. Beadtam a jelentkezésemet a Teológiai Akadémiára, ahol, ahogy megtudtam, én voltam az egyszem hallgató abban a kezdő évfolyamon, abban a tanévben, és ez számomra egyfajta isteni visszajelzés volt, hogy az orvosi kísérlet, vagy az orvosi felvételi, az tulajdonképpen egy varga betű volt, és itt van a helyem a teológián. Püspök úrnak kellett végzős hallgatóként elköszönni, amely beszél akkor viharokat kavart.
évtizedekkel később értettem meg igazán azt a helyzetet, amiben akkor talán kicsit öntudatlanul is kerültem. Megjelentek különféle feltételezések egyházi sajtóban, mindenféle reakciós összeesküvésekről és egyebekről. Én csak ámultam ezen, és csak csodálkozom. Igazából nem is értettem. Én akkor semmi más nem akartam tenni, mint Isten előtt megharcolt módon jó lelkiismerettel állást foglalni egy föltett kérdésben. Nevezetesen-e abban, hogy tudok-e, akarok-e 1967-ben a szocialista Magyarországon lelkész lenni. És erre egyértelműen igent mondtam. Amire viszont nemet mondtam, illetve aminek a kimondását nem vállaltam, az az akkori egyházvezetés iránti személyes elkötelező hűségeskü, jobb szót nem találok rá. Ezért aztán a tanév záró ünnepi ülés után nagyon indulatosan és nagyon röviden eltávolított Káldi püspök az evangélikus egyházból, és közölte velem, hogy nem avatnak lelkészé. Segédmunkásnak azért jó voltam, és a betonipari műveknél helyezkedtem el segédmunkásként. Így is telt el az év hátra lévő része, ami egy újabb változást hozott, mert 67. decemberének a legeslegvégén, az utolsó munkanapon a 8. kerületi kiegészítő parancsnokság telefonon behívott sorkatonai szolgálatra, és ezt így kell érteni, hogy mondom, telefonon hívtak be, rendeltek be, hogy vegyem át a behívómat, és 48 órán belül be kellett vonulnom. Így kerültem egy akkor polgárvédelmi alakulatnak mondták, de gyakorlatilag munkaszolgálatos alakulathoz, ahol letöltöttem a 2 évet, és 69. decemberének a végén szereltem le, és még a katonaság idején kerestem meg Ottlik püspököt, hogy van-e lehetőség a lelkészi avatásomra. És szeptember 20-án a Győr-Nádorvárosi templomban meg is történt a lelkész avatásom. Felavatásom után, szeptember 20-a után, másnap 21-én kellett jelentkeznem Kőszegen, ahova egyházmegyei és gyülekezeti segédlelkészként küldött ki Ottlik Ernő püspök. 71. novemberétől Veszprém megyébe kerültünk, a Takácsi Gecsei Társgyülekezetbe, és innen hívott vissza aztán elődöm nyugdíjba menetele után a kőszegi gyülekezet. Én úgy éreztem, hogy az a cezúra, amire lehetőség lett volna, nem lett megtéve, és azt a kairoszt, amit Istentől alkalmat, amit Istentől kaptunk, pedig nem használtuk ki az egyházunk törvényes rendjének a helyreállítására. És ezért tulajdonképpen a 90-es évig végéig valójában én a közegyházi szolgálaton kívül maradtam. Annál kényszerítő erejűbb és nagyobb hatású volt az a számomra, hogy az újra felállított Nyugati Dunántúl Egyház-Kelet püspök választása kapcsán jelöltként megnevezték többen a nevemet. Imádkozzanak értem és a kerületért. Meggyőződésem az, hogy ez a hátvéd szolgálat az, ami személy szerint engem is támogat, és a kerületünk jövőjét is bizonyosabbá, biztosabbá teheti. A másik, amit kérni szeretnék, az a testvéri szó nyíltságának a megőrzése. Nagyon kérem lelkész testvéreimet, szolgatársaimat, az egyházkerületi presbitérium közgyűlés tagjait, gyülekezeti felügyelőket, presbitereket, hittestvéreimet, mindig legyenek nagyon nyíltak a problémák felvetésével, testvéri kritikájuk, észrevételük elmondásával. Az a levegő megfagyását jelentené, hogyha mindig csak hizelgő hangokat hallhatnék, és a testvéri szó kritikája sose érné el a szívemet. Félek tőle, ha valamitől félek, akkor ez az egyik nagy félelmem. A harmadik, amit kérnék, az pedig a tettek szolgálata. Hogy ki, aki szívében úgy érzi, hogy elhívást kap Istentől, az ne várjon emberi biztatást, püspöki biztatást sem, hanem lásson neki annak a feladatnak, szolgálatnak, ami előtte áll. Erősítsd meg Istenünk, ami cselekedtél értünk, és te hagyd el népedet, kezeid a hajtodat.
Jézus.